Szabó Nikolett bronzérme után csütörtök délután, illetve este Burányi Flóra és Vince Gábor is tatamira lépett. Mindketten a bronzéremért küzdhettek. Burányi legjobb eredménye korábban egy ötödik hely volt, de azt még az ifjúságiak között 48 kg-ban érte el. Most súlycsoportot váltva az 57 kg-os felnőtt mezőnyben, hazai pályán bizonyított, a bronzmeccset megnyerte. A már a Sydney olimpián is induló 81 kg-os Vince Gábor borda sérüléssel vállalta a bronzmeccset, amit ipponnal nyert, vagyis mindhárom magyar bronzérmes lett. A zárónapon a Magyar és az Azeri Paralimpiai Bizottság képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. Magyar részről Gömöri Zsolt elnök hangsúlyozta, több stratégiai partnere van a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, de nemzetközi szinten ez az első. Ők még nemzetközi versenyek szervezésében nincsenek annyira élen, illetve még nincs meg az a tapasztalatuk. A judo az, ami kiemelkedő eredményekkel bír az ő országukba, és ott ők nagyon erősek. Mi pedig éppen ezt a sportágot igyekeztünk fejleszteni, erősíteni. Ilgan Rahimov, az Azeri Paralimpiai Bizottság elnöke kiemelte, országa aktívabb szerepet szeretne betölteni a sportdiplomácia terén is. A londoni paralimpián sikerült jó kapcsolatot kiépíteni a magyarokkal. Ezt kívánják folytatni például közös edzőtáborok, szakmai fórumok szervezésével.